Galliket? Goker. Ribi. Ma már kétszer kinézett. Kösz. Jack Bowman irodája. Üdv Morgan. Igen, biztosan olvasta. Én igenis, szerintem remek munka. Örülök, hogy befáradtál. Ha van rám egy perced, vegyük át a lapot. Szóval örömmel beszélne önnel, de éppen egy meetingem van. És tedd át az ajtúrkász időpontját. Rendben. Rád akarok bízni egy újabb könyvet. Még hónapokig üres a naptár. Az Ábrándos szemek e-könyvben, újra szerkesztett formában. Azt hittem, csak jövő összejön majd. A Charlie Rose csúszik, előre hozzuk. Gondoltam, tökéletes feladat lesz számodra. Hogy? Az apád Milán ügynöke, ugye? Igen, de... Van pár példányom. Listázd a kritikusokat, döntsük el, ki kapjon. Alice. Nézd, tudom, hogy nem nagy feladat, de tényleg megbízom benned. Az Ábrándos szemek a legnépszerűbb könyvünk. Na jó, rendben, akkor mi lenne, ha elolvasnám a kéziratot, amiről annyit beszéltél, hm? Komolyan? Igen, ki az a lány? Kerem Melón. Igen, Kerem. Melón. Értem. A legjobb, amit olvastam, mióta itt vagyok. Jó, elolvasom. Jó, de sietnünk kell, mert más igen, is érdeklődik. Igen, kapcsolja el Mitchellt. Dolga van? Hát bassza meg. Nem hagyok üzenetet. A héten elolvasod a kéziratot? Igen. Rendben, várok. Köszönöm. Alice! Te kaptad az Ábrándos szemeket? Te tudtad, hogy előre hozták? Igen. Elszerettette meg velem az olvasást. Totál megértettem a csajt. Te nem? Alice? Nos, ők a feleségem barátai. Csak azért jöttek, hogy veled találkozzanak. Nos, ez mindenképpen nagyon hízelgő. Szia, Pajti! Mondd, jól érzed magad? Köszönj szépen a vendégeknek. Alice a múlt héten írt egy remek novellát. Egyszer híres író lesz majd. Ő itt Milan Daneker, ő pedig a lányom, Alice. Hello. Nos, igazán örülök. Milan anyád egyik csiszolatlan gyémántja, de van egy könyve, egy jó könyve, és elintézem, hogy sikeres legyen. Jó lenne. Bemutatom Annettet. A Times kritikusa vedd le a lábáról a külföldi sármattal. Oké. Elmenekült az erőltetett kacajok és unalmas párbeszédek elől. Ha valahogyan... Bocsánat. Én csak gondoltam, körülnézek, és... Semmi baj. Szabad? Tényleg? Mondd, milyen érzés így felnőni? Egy kissé magányos. Én is így gondoltam. Igen. Szóval te is író vagy? Nem tudom. Érdekelne, hogy mit írtál? Semmi. Bízd rám, majd én eldöntöm. Nekem most... Szia. Ha valahogyan össze tudna zsugorodni,
hogy senki ne vegye észre. Csak a kezdén sziasztok, gondolja, bocsánat. Á, hát itt van, késve, mint mindig. Éppen erről az új filmről beszélgettünk. Hogy hívják? A hónap íze, tudod, kire gondolok? Igen, igen. Igen. Láttad a filmjét? Igen, múlt héten Szédivel elmentünk megnézni. És? Hát, végül is tetszett. Azt hittem, okosabb vagy. Tudtad, hogy Alice 16 évesen megnyerte a diákíró pályázatát? Valóban? Rendelni szeretnénk. Te mit kérsz, Pajti? Egyél marhapofát, az itt isteni. Ő marhapofát kér, és te? Pasta puttaneszkát. Én eszem puttaneszkát, te egyél csirke mellett, Maja. Ő meleg szendvicset kér. Ne. Egy fél adag tinta halat és sült krumplit kér. Igen, legyen egész adag, biztosan szereti a sült krumplit. Egészségedre! Mit is ünnepelünk? A független terjesztők imádják a könyvet, gyorsan terjed a jó híre. Köszönöm. Gratulálok. Köszönöm szépen. Imádom nézni, ahogy eszel. Igen, tudom. Az biztos, minden nap nálunk vacsorázik. Nincs iklandó. Szóval, igyunk rám, felfedezem a tehetségeket, évekig dolgozom velük, te pedig ellopod őket tőlem. Te mondtad, hogy szerezzek új ügynököt. A kritikák nagyon jók, komolyan. Milán már tervezi az új könyvet, ugye? Ugye? Nos? Igen. Hozzád beszélek. Részeg vagy. Baszd meg! Igazán virtuóz módon használod az anyanyelvünket. Bazd meg! Ezt az előbb már mondtad. Először káromkodni tanultam meg a nyelveteken. Tényleg? Ki tanított? A szomszédsrác. Elnézést, kicsit felfrissítem magam. Isteni, he? Isteni. És ez? Jack Bowmanhez jöttem. Igen, már várja. Remek, köszönöm. Francba! Istenem, még ilyet. Szia! Hát te mit keresel itt? Csak kész az új könyvem első vázlata, behoztam Jacknek. Ne viccelj, be is küldhetted volna. Jobb személyesen, nem igaz? Gratulálok, végre olvashatok valami jót is. Köszönöm. Gyere be, üljünk le. Régen találkoztunk. Hé, hol vagy már? Megyek. Elkészült? Végre. Remek. Hm.
Ábrándos szemek, elkönyv premier party. Július 16-a, kedd, este 8 óra. Alice, hol ebédelek? Shelley, egy órakor. Ha tudtam volna, hogy beugrasz. Talán ebédelhetnék Alice-szel. Hogy? Ünnepeljünk. Nos, nekem most nem jó. Itt ez... De muszáj enned. Ez nagyon fontos. Beszélhetnétek a reklám ötleteidről. Jó, figyelj csak, én... Veled tart. Kérlek. Hogy vagy? Jól, jól. Remek, remek. Jó. Tehát te szervezed az új változat kiadását, ugye? Ironikus, mi? Én örülök. Hogy telik egy napod? Tudja, sulival. És a magáé? Tudod, írással. Örülök, hogy eljöttél. Köszönöm. Elolvashatom az írásodat? Nem túl jó. Csak azért jelent meg, mert alig van új anyag, és nagyon kellett valami. Mutasd. Ez a sor itt, ez pontosan leírja, milyen, mikor először látsz valakit, akit talán szeretsz. Szóval ez valódi író vagy. Szoktál még írni? Nem igazán. Nagyon kár. Kijött az életrajzod. Azt írja, sokat tanítasz. És élvezem is. Biztosan. Te voltál az első és a legjobb diákom. Most mennem kell. Alice, hiányoztál. Miért nem mondtad, hogy... Figyelj! Arról, ami 15 éve történt köztünk, és sosem vallottad be, és nem kértél bocsánatot, te hülye faszfej! Bocs, Tyler! Nem kellett volna elmondanom, nézd, nem nagy ügy. De hát ártott neked! Nem dolgozol annak, aki ártott neked? Ez a munkám. Azt hittem, te új és remek regényeket keresel és szerkesztesz. Ezt mond Jacknek is. Mondd neki te! Azért segítesz? Azon túl, hogy rémes ötletnek tartom. Hogy segítsek? Hiszen menő webdesigner vagy. Alice! Oké, jó, akkor félig menő webdesigner vagy, aki a legjobb barátnője szerint egy Jenny. Aha, aki feladta a középszerű karrierét a fiáért. Erősebben jelen kell lennünk a neten a könyvvel. Ott az remek ötlet. Szédi, kérlek. Ne kelljen egyedül csinálnom. Egy kis dög vagy, ugye tudod? Köszönöm. Na jó, most össze kell dobnom egy rádiószpotot. Hurrá! Nem is mondtad, mit kérsz a szülinapodra. Inkább elbújok, míg véget nem ér. Remélem, jó buvóhelyed van. Megígérted? Gyere, kisereg, ölej meg. Mennem kell, szia. Alice, miért sietsz mindig valahová, ahová nincs kedved? Majd kap be. Bocs, Tyler. Na jó. Szia, majd hív fel. Oké. Jó van. Szia. Te is kérsz?
Hello. Méltóság teljes padödő volt, a gyűlölet tánca. A férfi ezzel becsmérelte, 2H. A lány kiáltott, 2H. Én vagyok. Szóval ezt írom most, és... Szóval nem tudom, ez a befejezés valahogy erőltetett, és... szerintem a párbeszéd is tiszta kamu. Mutasd. Van egy tollad? Igen. Kösz. Oda se nézek. Az a leckéd? Igen, legalább 100 oldal amerikai történelem. Gyere ide, kölyök, gyere. Olvassunk együtt. Jó lett. De te lejegyzetelte. Csak azért, mert érdemes volt. De lehetne jobb ennél. Így túl elvont, szóval... Csak akkor lesz valóságosabb, ha pontos részletekről írsz. Részletekről. Nézd itt. Ez túl elvont. De ha ide tesed... Lássuk csak. Rendben. Kinek van kész anyaga a következő órára? Még egy önkéntest kérek. Én írtam pár oldalt. Alice? Volt egy érdekes ötletem egy szuperfegyverről, amivel a zorgotok elpusztítják a földet. Csak várjatok, amit... nincs kész. Talán ha adunk egy ötletet, vagy... Szóval, ha nem hozott semmit... Sajnálom. Oké, Josh, mire készülnek az űrlények? Jó ég, micsoda kilátás. Ez gyönyörű. Olyan... Gyere! Mesélj, hogy telt a napod? Sulival. Igen? Minden nap ugyanolyan. Nagyon unalmas. Nekem nem. Tudod, inkább olyan, mint egy film. Pompom lányok, focista fiúkkal, kézen fogva. Nem ilyen. Nem? Már nem járnak kézen fogva, csak kavarnak. Hogy? Kavarnak? Aha. Értem. És nincsenek pompom lányok, de azért egyenruhában járunk. Egyenruhában? Uh-huh. Igen, értem. A barátnőm Ruby most lett gót. Hogy mi lett? Gót. Gót? Uh-huh. Gót? Uh-huh. De... Tudja, szakadt pólót hord és kihúzza a szemét. Igen? És az anyja tombolna, ha tudná, szóval Ruby eldugja a cuccait minden nap, mielőtt elmegy. Aha. És... Igen? Én... És? Én, igen? Tényleg komolyan érdekli?
Aha, igen, igen. Szóval azt mondja, az anyja már egyáltalán nem is ismeri, de sohasem ismerte. Értem. A csütörtök megfelel neked? Gondolom. Rendben, találkozunk csütörtökön. Sajnálom, tudom. Feleslegesen fizettetek a babysitternek, de most inkább leülök a tévé elé, és jól leiszom magam. Ez a te napod, az lesz, amit te akarsz. Köszönöm. Meglepetés! Istenényesen! Tudtam, hogy úgyis haza akarsz majd jönni. Köszönöm. Ezért megöllek. Isten éltessen! Élvezni fogod, ha megszoktad a helyzetet. Gyere, gyere! Segíts neki elfújni! Két, há! Maradt még? Az utolsó? Igen! Mi az? Mit írsz? A naplómat. Mutasd. Ismerni akarlak. Nem lehet. Egy oldalt. Kiugrik a szívem. Fel kell állnom. Fel kell állnom. Egy csókot. Igazit. Ó, bocsánat. Semmi baj, csak olvastam. Ó, bocs, kell a... Nem, csak egy helyet kerestem, ahol elbújhatok. Egy barátom hívott meg, azt se tudom, kit ünneplünk. Tényleg? Igen. Boldog születésnapot. Úgy teszek, mintha nem kellene felnőnöm. És segíthetek valahogyan? Talán. Igen. Jól áll. És mit olvasol? Bírom a főszereplőt. A női Holden Caulfield. Igen, ezt mondják. Nem szereted? Nem. De akkor miért olvasod itt egyedül a fürdőben a születésnapodon? Munka. Mi a szakmád? Nem a koromnak megfelelő kérdés. Jogos, bocsánat.
Felezünk. Hát még szép. Boldog szüli napot. Boldog szüli napot. Boldog szüli napot. Elész. Boldog szüli napot. Ó, Emmet. Szia. Hé. Mi az? Mi van? Igazad volt. Jól éreztem magam. Örülök. Szia. Szia. Köszi a meghívást. Hogyan? Ti ismeritek egymást? Rob szobatársa volt elsőben, de már korábban is ismertem. Elsős mixer. Igen. Ne szórakozz. Nem. Na jó, egyetem, hű. Segítek felkelni. Köszönöm. Akkor kitakarítsunk? Nem, megoldjuk, te pihenj csak. Szelektíven gyűjtöd? Nem mondom meg. És az anyukád? Otthon maradt velünk. Van szivacsod? Hát, bocs. A szüleim 35 éve házasok. Néha boldogan, néha nem. Szóval, a normális abnormitás. Ó, tényleg olyan vagy, mint egy kihalófélben lévő faj. Fogságban kellene szaporítani. És azon túl, hogy nem lelkes környezetvédők, milyen a családod? Hát, nem olyan, mint egy család. Sajnos. Azaz? Őrült. Így már értem. Kösz. Nézd, csak hogy tisztázzuk. Nem bírom az őrülteket. Jó, ezt megjegyzem. Hogy iszod a kávét? Feketén. Értem. Felhívhatlak? Építőzött, írtam egy posztot a New Yorkerre, a Paris Review-ra, a Gallicatre, és hova is? Hogyan hálálhatom meg? Nem tudom, talpmasszázzsal? Nem állsz túl magasra! Szóval Alice felnőtt, és ő is anya is feleség lett, úgy, mint akárki más. Nem szomorú? De ha nem így volna, szomorúbb lenne. Cserepes a szád. 30 felé már hidratálnod kell, hidd el. A csoktól. Hogy? Sokat csókoloztam. Sose mondd ezt egy házas nőnek. Emmet. Gondoltam. Nem semmi. Mi az?
Örülök neked. Nagyon ijesztő. De izgalmas is. Anya! Tessék, kicsikém! A te jó Isten! Anya! Jövünk! Igen? Elfelejtettem, hogy estére zakó kell. Ezt a nappaliban találtam. Nem az enyém. De... akkor hogy került ide? És bűzlik? Szerintem Miláné. Miláné? Itt volt ma délután. Egy új vázlatot hozott? Nem, ő most csak hozzám jött. Hozzád? Igen. Tudod, írni tanít engem. Mi? Hogy? Mióta? Egy ideje. Nos, nem is lehetne jobb tanárod. Szerencsés lány vagy. Igen. Sokat várok tőled, Pajti. Jó ét. Ezt nézd meg. Itt ez a nő. Nem szavazott már 20 éve. Elolvassa a legfelháborítóbb idézeteinket, látja, hogy a szenátora ódákat zeng a palagáz kitermelésről. Azonnal megígéri, hogy bárkit támogat, aki elindul ellene. Hű. És ez a tag... ó, Istenem. Imádom a déliek káromkodását. Tudsz róla, hogy fanatikus vagy, ugye? Igen. Bocsánat. Nézd csak. Kérsz a pakorámból? Igen, megkóstolom a pakorádat. Kaptál hozzáférést, szóval bármikor posztolhatsz. Már csak én vagyok itt, úgyhogy megyek. Szia. Viszlát holnap. Szia. Sziasztok. Köszönöm. Jó tudni, hogy létezik olyan, aki szereti a munkáját. Én úgy terveztem, hogy író leszek, ha felnövök. Sikerült? Felnőni? Ne, az álmod. Nem. Hogy? Csak várom, hogy halljam a karakterek hangját, de egy hang a fejemben azt mondogatja, ez vacak, ez vacak, ez vacak. Nem már, az a hang. De hát azt mindenki hallja. Ez a hang mondja azt is, hogy őrület, hogy ezt mondta, te hülye idióta. Ezt a hangot mindenki hallja. Gondolod? Persze. Csak a legtöbben elnyomják. Hát én megadom magam. Gyenge vagyok. Igen. Nekem bejönnek a gyenge lányok. Igazán. Igazán. Nos, jó reggelt. Ez az új kivonat? Igen. Remek. Gondoltam... felhívnád nekem Harold Blake-et? Elolvastad már Karen kéziratát? Még nem. A Fisher könyv nagy siker. A héten elolvasod. Amint lesz egy szabad percem. Nos, Milán interjút adott a sajtóosztálynak. Nézd meg, mondott-e valami újat? A héten. Parancsolsz?
A héten. Ó, igen, hogyne. Most beszélnem kell Haroldal. Harold az egyesen! A jó író egyetlen szabálya a nagylelkűség. Az első szabály nagylelkűség. Meg kell nyílnod az emberek előtt. Ó, hoztam neked valamit. Tényleg? Igen. Szülinapi ajándék. Verset írtam neked. Nem tudtam, hogy verset is írsz. Nem szoktam, de inspiráló vagy. Szóval, tessék. Mit gondolsz? Hogy szép vers. Szép? Holnap írok egy előkészítő matek tesztet. Jézusom, úgy utálom. Alice. Semmi baj. Jól van. Örülök, hogy tetszik a vers. Bármi használható? Semmi új, ez a régi szöveg. A francba. Hívd Susant a Simon & Schuster-től. Bocsáss meg. Van olyan, hogy nem késel? Nincs, de... ez a tiéd. Kösz. Alfred Marx 28 évesen kezdett a Fehérházban dolgozni. Ügyes vagy, Alfred. Louis van der Zwerg. Na jó, elég. Mi az? Te minden vasárnap reggel ezt csinálod? Fekszel és más emberekre irigykedsz? Nem, én a hét minden napján ezt csinálom. Tudod, hogy butaság, ugye? Igen, tudom. Nem írhatsz így előttem. Mi? Nem viccelek, a lakásomban csak én írhatok. De nem írsz. Köszi, hogy rámutattál. Ugyan már. Nem lehet, hogy véges számú szóhever a szobádban, és ha mindet felhasználom, neked már nem marad. Miért vagy te mindig ennyire értelmes? Ez őrültem bosszantó. Posznyász vicnyább, nyújtsz nevele. Ezt nem mondja, hogy fontos nincs. A tím francsin ezt nem fontos. Na jó, fejezd be. Már ezt a láfen eltár. Érdekes embert látták, Pajti? Nem igazán. Tudod, a gyerekvállalás a legcsodásabb, amit az élet adhat. Igen. És hogy megy az írás? Ó, tudod, olvastam egy könyvet, és szerintem nagyszerű. Igen? Igen, próbálom Jackre tukmálni. Ja. Igen? De gondoltam, hogy talán te is ránézhetsz, vagy beszélhetsz az íróval is. Jack nem olvasta el? Vele ne törődj, el fogja olvasni, én csak... gondoltam, beszélj az íróval. A neve Karen Malone. Ő írta az Iowát. Van egy remek novellája. Nem. Inkább felhívom Jacket. Apa, kérlek, ne. Nem erre gondoltam. De segíthetek, Pajti. Apa, el fogja olvasni, de érdekel, tetszik-e? Jól van.
Apa, komolyan, ne hívd fel! Jól van, drágám, nem hívom fel. Szia, Tigris! Jól érzed magad? Ha? Szóval a zorgotok megtámadják a bolygót, és teljesen letarolják. Elis, maradnál egy kicsit? Nézd, visszautaljam a tandíjat. Hogy? Lejárt a hivatalos határidő, de most az egyszer tehetünk kivételt. Pedig én próbálkozom. Iratkozz be újra, ha úgy érzed, készen állsz. Köszönöm. Igen, tudom, hogy elfoglalt, de remek lenne, ha el tudna jönni a második kiadás premier partijára. Ah, oké, nem, még nem igazolták vissza, de... Jó, akkor tartom. Ez Jack Bowman irodája? Igen, ki keresi? Karen Mellon. Ah, Karen, szia! Elis vagyok. Nagyon örülök. Én is őszintén örülök. Akkor szólnál neki, kérlek? Á, Karen! Jöjjön csak. Hello. Jack Bowman. Igazán örülök. Én is. Elis, szia! Apa! Kisztem! Látod, Pajti? Mondtam, hogy segítek, ha? Elmegyünk ebédelni, ha itt végeztem? Ben, ő Jack, is behozott. Jó napot. Karen? Hogy van? Remekül. Nagyon örvendek. Szia! Szia! Keith. Én vigyázok Tylerre. Ó, értem. Eddig a parkban voltunk, most alszik. Alice vagyok. Értem. Szia! Szia! Sadie elment terhes jogára. Másfél óra múlva itthon lesz. Kérlek, add át neki, hogy kerestem. Majd hívjon fel. Igen, hogyne. Oké. Okay. Figyelj csak, bemennék kicsit Tylerhez, ha nem bánod. Gyere, persze, nyugodtan. Annyira jó gyerek. Igen. Ezt... Tavaly olvastuk a modern irodalom órán. Ó. Én akkor félbe hagytam. Itt hagyhatom neked, ha akarod. Kicsit régi módi. Mi az? Kész! Mi a szart művelsz itt? Hogy itthon vagy? Ma kihagytam a mély relaxációt. Van itt még valaki? De jó ég. Kész, menj haza. Már is. Még Lux 40, megyek. Mi az Istent művelsz? Nem tudom. Kész még, gyerek! Tudom. Ha Tyler látta volna, Istenem, nem értené az egészet, tudom. És mi van Emmettel? Tudom, tudom, nem tudom! Szia, kicsim! Anya! Itt vagyok, drágám! Alice néni! Alice néni! Éppen indul!
Jól van. Még várom a frissített vendéglistát. Dolgozom rajta. Szólhattál volna, hogy olvastad. És hogy tetszett. És hogy kiadjuk? Tényleg? Azt hittem, apád elmondta. És ki dolgozik vele? Én magam szerkeztem. De nem a testílusod. Én találtam, én... Alice, ez a munkád. Találsz egy jó írást, én eldöntöm, elég jó. Jó, de figyelj, remek ötleteim vannak. Figyelj, nem fogom hagyni, hogy egy tapasztalatlan szerkesztő egy kezdő íróval dolgozz. Már itt vagyok 2 éve. És hány könyvet szerkesztettél? Pontosan ezt mondom. Megkapod a jegyzeteimet, bármikor kereshetsz, ha ötleted van. Figyelj, Milán számít rád a holnapi felvételen. Az új regénye szinte olvashatatlan, az ábrándos szemeket olvassa, rendben van? Imádlak. Tehát 15 év. Írt ugye 7 regényt az ábrándos szemek óta, de egyikből sem lett olyan kulturális ikon. Nem, sajnos az igaz. Mit gondol, mit teszi ilyen kortalanul népszerűvé? Úgy gondolom az, hogy mindenki volt tinédzser, és... mind tudjuk, mennyire felfordult tőle a világunk. Akkor most én jövök. Igen, szóval most elmondasz nekem egy titkot? Igen, azt hiszem tényleg elmondom, de csak súgom, mert nem hallhatja senki más. Mi az? Most mennem kell. Menj csak. Inkább maradok. Na, ennek örülök, mert van egy jó kis tervem mára. Érdekelnek a részletek? Most fel kell tennem a kérdést. Amit szerintem már sokszor megválaszoltam, szóval tessék. Valószínű. Hogyan ragadja meg tökéletesen egy 40-es férfi egy tini lány lelki világát? Az első bekezdéssel az egódat simogatod. Az írás 95%-a újraírás, te is tudod. És itt egy újabb felesleges elöljáró szó. Az, ahogy az anyanyelveddel bánsz, még ilyet, és én vagyok a bevándorló. A barátommal voltam, elfelejtettem. Ne haragudj. Segítek, mert hiszek a tehetségedben. Tudom. Gyere ide.
azért segítek, mert szeretlek. Tudom. Gyere. Van egy fiú. Ó, oh, örülök. Ah, tényleg, az jó, ha boldog vagy. Mivel tehetnélek boldoggá? Szeretjük a rejtélyeket, de ez a lány nem titokzatos, és nem is létezik. És... akkor sokat jártam a városban, és a metrókban, kávézókban hallgatóztam. Uh-huh. Az utcán, tudja, és ezt azóta is megteszem, hogy lássam, változtak-e a lányok. Érti? És változtak? Van, ami nem változik. Szia! Szia! Különleges szállítmány! Te mi a fenét keresel itt? Nem, kérlek, menj el, éppen várok valakit. Máskor jöhetek? Nem! Miért? Figyelj, most múltam 29. Tényleg? És gondolom, ez megzavart. Basszus. Szia! Szia! Ő itt Kész. Igen? Tudod, Sadie babysittere. És? Te a férje vagy? Nem. Kész éppen indult. Szóval... Igen. Bocs, öreg. Nézd, vettem bort. Alice? Tegnap voltam Sadie-nél, és ott maradt a könyv. És? Mondtam a srácnak, hogy olvassa el. Azelőtt vagy azután, hogy ott maradt? Emmett. Csak nem. Bassz meg. Emmett, nem beszélhetnénk meg? Előtte derült ki, hogy a kézirat, nagyon ideges voltam. Többé nem találkozom a sráccal. Emmett! Figyelj, kérlek, beszéljük meg. Emmett. Belőlem nem csinálsz olyan őrültet, mint amilyen te vagy. Igen. Tényleg ezt mondta. Néha nem értem az embereket. Komolyan. Apa. Szia, bajnok! Gyere, bemutatom Alanát. Biztosan te vagy Alice. Hello. Ülj le, ülj csak le. Alana zseniális karmester. Egyre több nőt találni a szakmában. Majával mi lesz, apa? Elmegyek hozzá. Igen, Helennek kell egy kis idő, hogy lehiggadjon. Jaj, apa. Figyelj, Alice. Tudod, hogy megy ez, nem? Hú, bocsánat, én csak hirtelen rám jött valami. Alice? Bocsánat. Alice! Te meg mit akarsz itt? Hoztam vacsit. Tudod, hogy alig van időm pihenni. Beszélnünk kell. Sadie, én... Emmett a barátom, Kész pedig a szomszédunk fia. Én sajnálom. Helyes. Hoztam tejkaramellát. Tudod, mindenkinél jobban szeretlek. Robot és Tylert kivéve is anyámat. Néha. De most egyre kevésbé szeretlek. És ezt sosem bocsátom meg. Egy ideig ne találkozzunk.
És mi lesz a könyvvel? Csezd meg, Alice. Dolgok. Kavartatok? Igen. És csodás volt? Csodásnak kell lennie, az volt? Kérlek, mesélj róla. Kérlek, mondd, milyen volt. Elélveztél vele? Velem elélveznél. Én akarok lenni az első, akivel elmész. Gyere. Nézd rám. Ne csukd be a szemed. Nyisd ki a szemed. Ne csukd be a szemed, mi nem így csináljuk. Nézd rám.
férfi minden kedden átjön. Én ilyen vagyok. Mindig így volt. Látom egy srác szemében, hogy akar engem. Nem tudom. Ez az egyetlen stabil pontom. Én akarlak. Tudom. Akkor? Aztán elmúlik, tudod. Arra gondolok, mi a baj a sráccal, hogy velem is beéri. Ez rémesen szomorú. Tudom. Én nem érem be veled. Értem. Ölej meg! Van egy csövem! Menő! Sikerült meglepni. Hol a sisakom, hogy megvédjen a tűztől? Parancsolj! Én nem bírom tovább a barátságod nélkül. Ha ilyen egy barát... Óvatosan, kicsim! Gondoltam, ha te sem viselsz el, akkor csak bennem van a hiba. Igen. Így van. Alice néni! Vészhelyzet! Vészhelyzet! Lángra kaptál! Tényleg? Mondd, hogy segíts! Segíts. Hello, a nevem Alice Harwood. Az emberek az emberekért nevében hívom. Ezúttal azért, mert ez nagyon fontos választás, és nagyon fontos, hogy... Esetleg nem alkalmas lesz, akkor visszahívom. Szia! Eljöttél! Még szép. Gyere be! Szia, nagyon örülök. Szia, én is. Figyelem, emberek, tartsunk egy 5 perces szünetet. Tegyük el a telefonokat. Ő itt Emmett Grant, az emberek az emberekért alapítója. Ő az a férfi, aki miatt ma itt vagyunk. Nem miattam vagytok itt, hanem önszántatokból. Nézzetek csak körül a szobában. Elfelejtettem megköszönni a házigazdának. Kösz. Körülnéztetek? Itt egy csomó ember, ugye? Mert hívtunk titeket, és most itt vagytok. És másokat hívtok, és később, ha Mázlink lesz, majd ők is megmozdulnak a szavazáskor. És jól szavaznak, és együtt talán megváltoztathatjuk a politikai palettát. Ha nem, de ezt szerintem hagyjuk is. Menni fog, mert a kapcsolat számít. És tudnotok kell, hogy ez a kapcsolat nagyon félelmetes a másik oldal számára. Ezért kérlek, kérlek, folytassátok tovább. Köszönöm. Szuper volt. Nagyon szép beszéd. Szólhattál volna. Nézd, őt is szeretem. Körülbelül 5 percünk van. Hogy használhatod ezt is személyes célokra? Ez nem volt szép. Segíteni akarok. Tudom, milyen fontos ez neked. Akkor tárcsázz. Emmett. Nem, a tetteknek következményeik vannak. Emmett, gyere, mennünk kell. Én igyekszem. Mennem kell.
száz ok arra, hogy megbocsáss nekem. Mikor őszintén beszélsz, én is őszinte akarok lenni. Már is hozom. Köszönöm. Te mit kérsz, Pajti? Először egy rukkola salátát kérek. Tudod, a kacsa? Itt valami isteni kóstolt. És egy marha szeletet. Hozzon neki kacsát. Milán? Elmondod nekik? Nem, a te érdemed. Marhaság. A kereskedői előrendelések a könyvére elképesztőek. Könnyen lehet, hogy bestseller lesz. Zseni vagy, öregem? A Havers marketing osztálya, Zseni. Szóval... Jó, akkor mind zsenik vagyunk. Kérem a kenyeret. Szilvió, ügyes, de csak akkor, ha remek könyvet reklámozok. Ide adnád a kenyeret? Hagyjuk egymás istenítését, és élvezzük a pillanatot. Most miért vagy ilyen nyers? Miért vagy ilyen önelégült? Boldog vagyok. Persze te nem tudod, hogy az milyen érzés. Ó, és vajon miért nem? Most inkább maradok a marhánál. Jól van, Pajti. Én kacsát kérek, és spenótkörettel. Tehát, elmagyarázza nekem valaki. Miért nézed ki úgy az alak abban a filmben, egek, tudjátok melyikben, amelyik Oscart kapott? Mert készen állok arra, hogy felnőjek. Mert a reggeli kávé nem ugyanolyan nélküled. Mert elejétől a végéig elolvasom a címlapos híreket. Ma átküldhetek egy másolatot. Jó, akkor tartom. Szia! Pillanat, igen, már is küldöm. Nagyszerű. Köszi. Az ügynököm szerint tőled kapta a könyvet. Nem tudom, hogy segítettem-e. A helyzet az, hogy egy új ötleten dolgoztam még ezelőtt, és örülnék, ha elolvasnád. Igen? Ez az első fejezet. Ó, én boldogan. Remek. Köszönöm. Mert elkezdtem a szelektív hulladékgyűjtést. Mert miattad másképp látom a világot. Mert ígérem, hogy nem hallgatok a hangra a fejemben. Mert Sadie szereti Emmettet, és Emmett szereti Tylert. És Tyler szereti Alice-t, és Alice szereti Sadie-t. Most integessetek! Szia! Igen, a Green Street is ott lesz. Nagyszerű. Hány vendéget is jelent ez? Értem, remek. Köszönöm. Alice? Éppen telefonál, de mindjárt kijön. Meghívhatlak ebédre? Miért? Bocs, hogy megvárattalak. A nyomdából érkezett egy neked? Egy neked. Az új ajánlással. Ó, csodás. Szép, ugye? Gyere, gyere be! Azóta is ő követ. Alice, aki nővé lett. Nem látják ábrándos szemek. Milán Daneker most felolvas az új regényéből, az ábrándos szemekből. Mr. Daneker. Köszönöm, Martin. Bocsánat.
Megvan. Csak vonszolta magát hátán az esetlenül nagy táskával. Rágóját görcsösen rágva, mintha pajzsot tartana. De szemei azt üzenték, szeress, ó kérlek, szeress. Kissé magányosan, mondta. Anyám már egyáltalán nem ismer, de talán sosem ismert. Méltóságteljes, padödő volt, a gyűlölet tánca. Kicsire zsugorodott, senki nem látta, ahogy korábban sem. Szemei egyre tágabbra nyíltak, az orgazmus meglepetésszerűen tört rá. Gyönyörrel és leírhatatlan szomorúsággal. Köszönöm. Köszönjük szépen, csodálatos élményt. Elnézést, dedikálná nekem? Alice. Krisztinek sok szeretettel ezt kéne felejteni, lehet? Nagyon köszönöm. Igen, a lányomnak lesz. Alice. Mi történt? Nagyon köszönöm, és gratulálok. Nagyon örültem. El kell mondanom valamit. Csodás este volt. Igen, igen. Ős tehetség vagy. Halálosan fel. Remek voltál, hát nem igaz? Igen, jól sikerült. És itt volt a New York Review of Books kritikusa is. Nagyon érdekes nő. Végig a tenyeredből levett. Ben. Alice. Anyád elmesélte, mit mondtál. Muszáj volt. Persze, elmondtam, hogy nem igaz. Hogy? Tényleg nem igaz? Milan nekem ezt mondta, és hogy teljesen érthető. Igen, ahogy elmondtam, talán félreértettél valamit. Tényleg így történt, Alice? Szerintem ez csak egy képzelgés. Alice, álljunk meg. Természetes, hogy érzel valamit az iránt, akire felnézel. Megtisztelő. Komolyan nem tudom, hogy kinek higgyek. Azt mondja, használt részleteket az életedből. Minden író szarka. Hogy valósabbá tegye a karakter. Kérlek, álljunk meg! Alice! Alice! Szia! Mit keresel itt? Mondd, jól vagy? Alice? Minden rendben? Ó, kérlek, kérlek. Ez a... Az új könyved? Igen. Most kinek az életét sajátított ki? Senkiét. Azért vannak apró részletek, mm-hmm. ugye érted? Igen. Igen. Már annyira régen történt. Mi? Alice. Mi történt olyan régen? Pontosan mondd el. Pontos részletek kellenek, hogy valóságos legyen. Tudom, hogy tiniként óriási dolognak tűnt. Ahogy átkarol. A meleg, nehéz karod. A nyelved füstös zamata. A számban. Segítettem neked. A combomnak nyomuló merevedésed. De nem történt semmi. De igen, történt! De akkor úgy tűnt, hogy élvezed. Azon kevesek egyike voltál, akik valaha... Akik valaha észrevettek. Embernek éreztem magam, és fontosnak. Hisz az vagy. Kihasználtál.
Oké. Aztán elhagytál. Alice. És miattad újra semminek éreztem magam. Ez nem igaz. Egy csodás karakter lettél. Tudom. És az ő árnyékában élek már 15 éve. Isten veled, Milán. Figyelj, Emmett. Igen. Ezt nézd. Mi az? Jeff megint elcseszte? Nem. Érkezett egy értesítés. Tudnotok kell, hogy ez a kapcsolat nagyon félelmetes a másik oldal számára. Ezért kérlek, kérlek... Folytassátok tovább. Mert készen állok arra, hogy felnőjek. Mert hívogatni foglak. És mert szeretlek. Hello. Uraim, hogy vannak? Alice hol van? Na, még nem láttam. Sadie! Jövök. Mondd csak, hol van Alice? Éppen valami jobb dolga akadt. Mi? Áj, ki maga? A barátnője. Akkor kezdhetünk, Mr. Beneker. Igen. Jöjjön velem. Megyek. Köszönöm. 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 Egy idős, szakállas néni engedett be. Mrs. Rayburn. Ó. Oh. Emmett! Sajnálom, hogy fájdalmat okoztam. Köszönöm. Az egész világot még nem tudom leigázni, de azért szerintem képes vagyok magamon kívül másra is gondolni. Igen. És rád gondoltam. Még meggondolom. Oké. Okay. De a blogod nagyon jó. Többé már nem.
A lány története. Magyar hangok. Csuha Borbála, Csankó Zoltán, Szatori Dávid, Pekár Adrien, Gáspár Kata, Konrád Antal, Debreceni Csaba, Udvarias Anna, Farkas Zita, Jéger Zsombor, Sipos Eszter, Eke Angéla, Beratin Gábor, Tari Judit, Berkes Bence, Muhácsi Nóra. Magyar szöveg Laki Mihály, hangmérnök Fék György, vágó Kajdácsi Brigitta, gyártásvezető Kincses Tamás, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkront az HBO megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.